Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szia Évi, üdvözöllek a műsorban, most már harmadszorra. Szia Attila, örülök, hogy újra látlak. A nézőknek mondom, hogy ide lesznek belinkelve az előző videók, volt a tanulás tanulásáról és a Meseország minden két című könyvről egy-egy műsorunk, és most újra karantén van. Pár kérdésem lenne a szülők irányából, mert most újra otthon kell tanulni a gyerekekkel, hogy pár tippet, hogy hogyan ne örüljenek meg otthon a szülők, tegyük fel, praktikus dolog, a rendszer, egy-két dolgot kiemelsz, hogy hogyan lehet könnyebbé tenni az otthon tanulást. Ugye azért jött az ötlet, hogy egyáltalán beszéljünk erről, mert arról sokat hallunk, hogy bezárták az iskolát, hogy a szülőknek problémát okoz ez, hogy egyáltalán van-e értelme, de arról nem esik szó, hogy jó, most ez a helyzet, akkor oldjuk meg, tegyük meg a legjobbat, amit lehet. Ez engem bosszant. Amikor engem megkérdeznek, akkor konkrétan erre az időpontra is azok a tanácsok, amik egyébként nem csak mostanra vonatkoznak, csak most kijön ennek a jelentősége, hiszen ennélkül nehézé válik ez az idő, hogy a gyerekek otthon vannak, és esetleg a szülőnek home office-ba dolgoznia kell. Tehát amit szoktam tanácsolni, az például az, hogy legyen a napnak egy struktúrája. Ön sokszor azt hallom, hogy hát a gyerek föl kell olyan 10 körül, 11 körül, most ugye majd külön választom, hogy kicsik vagy nagyok. Ez nem jó. Tehát ez, hogyha sokáig tart, és ugye sajnos abból kell kiinduljunk, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart ez a helyzet. Tehát az lenne a jó, hogyha ennek ellenére lenne a napnak egy kerete, és nem 10-kor kelek föl, hanem jó, ha egyébként 7-kor, akkor legyen fél 8, de legkésőbb 8, tehát induljon el a nap. Főleg akkor, hogyha a szülőnek is elindul otthon, tehát hogy ő is dolgozik, akkor alakítsunk ki, szokásrendszert nem tudunk, mert ahhoz lehet, hogy rövid az idő, de rituálékat ki tudunk alakítani. Tehát, hogy mondjuk reggelizzünk együtt, vagy legalábbis igyunk meg együtt egy kakaót. Kezdődjön el a nap. És ezen túlmenően aztán, ugye most majd külön veszem, hogy a kicsikkel, hogy a nagyokkal, de ugye már legutóbb is arról beszéltem, hogy mennyire fontos az, hogy legyen egy napi tervünk. Ugye most általában úgy van, hogy a nagyoknak nagyon sok a videokonferenciájuk, tehát úgy zajlik az oktatás. A kicsik általában, nekik is van egy-egy, de ők általában megkapják az anyagot a hétre. Tehát érdemes hétvégén leülni a gyerekkel együtt, és végig beszélni, hogy na jó, mi a jövő héti feladatunk. Mikor, mit szeretnél megcsinálni? Mikor van, ha esetleg van videó tanításod is, hogy lehetne megtervezni? Tehát ugye, ha cél nélkül beleélünk egy napba, ezt ugye mi is ismerjük felnőttek, hogy úgy kifolyik az idő az ujjaink közül. Tehát hirtelen délután van, és úristen, még nem csináltam semmit. Jó, hogyha az ember megtervezi. Megtervezi a hetet, és megtervezi azon belül a napokat. A kicsikkel együtt csináljuk meg, sőt, ugye ott főleg én, tehát most az alsó tagozatosokról beszélek. A nagyokkal már megcsinálhatjuk úgy, hogy csináld meg te, aztán megbeszéljük, ha gondolod, de legyen nyoma. Tehát akaszt föl a falra, hogy én is lássam, hogy jó, ne terheljelek vele és kérdezgesselek folyton, hanem rá tudok én is nézni erre a terve, és meg tudom mondani, hogy oké, most éppen szabadidőd van, és ezért mászkálsz össze-vissza. Amikor meg tanulás van, akkor viszont azt látom, hogy ülsz az asztalnál. Tehát ez például fontos. Azon túlmenően ugye minél kisebb a gyerek, annál lényegesebb az, hogy felosszuk, darabokra osszuk azt, amit tanulnia kell. Erről már múltkor is beszéltem, tehát ne egybe tanuljon az a gyerek, de egyébként a nagyoknál is, tehát a kicsiknél ugye negyed óra, 20 perces adagokban beszélünk, a nagyoknál lehet már fél óra, most ugye a felső tagozat meg a 15 évesektől indulván, de nem kell, hogy 3 órát üljön egybe. Tehát osszuk fel. És aztán a nagyok már nagyjából azért ők már tudják, hogy nekik mi a jobb, hogy azért mondjuk mindent intézzünk el délelőtt, hogy a délután szabad legyen, vagy fordítva, tehát ezt már a nagyok tudják, ők eldönthetik. A kicsiknél azért én javasolnám, mint szülő, hogy próbáljam úgy megcsinálni ezt a tervet, hogy kompatibilis legyen az én munkámmal, ha otthon kell dolgoznom. Mert elvileg azt is megtehetjük, tehát ugye sokszor az a baj, hogy a kicsik ugye kérdése van, állandóan jön-megy, tehát hogy leülhetek én a kisgyerekkel szembe egymással az asztalhoz, és azt mondjuk, hogy most mind a ketten dolgozunk. Az azt jelenti, hogy most te 20 percig próbáld megcsinálni egyedül, amit csinálsz. Itt vagyok, de én is csinálom az én dolgomat. Tehát, és ha ez ugye nyilván eleinte majd a gyerek azért kérdez és megzavar, de ezt lehet konkrétizálni, hogy figyelj, most 20 percig nekem is oda kell figyelni, meg neked is. Ha kérdésed van, ha nem jutsz tovább, majd utána megbeszéljük. De ez a 20 perc, ez arról szól, hogy te most egyedül próbálod megcsinálni. Nagyoknál, ugye ők már egyedül tanulnak általában, ott már csak javasolhatom. Ha gondolod, utána kikérdezlek, ha akarod. De ő már remélem, hogy egy olyan helyen tanul, ahol koncentrálni is tud, erről majd beszélünk, de a nagyoknál inkább az a kérdés, hogy osztja föl önmagának, hogy ne éjszaka tanuljon. Tehát az éjszakai tanulás a legrosszabb. Amit én most hallok, hogy a nagyobbak éjfélig meg kettőig néznek valami filmet, játszanak a kompjúteren. Nem mondom, hogy ideális, de mint motivációs faktor felhasználhatom. Tehát megmondhatom neki, hogy oké, ha a terved alapján megcsinálod azt, amit már terveztél, akkor oké, mondjuk éjfélig, vagy egyik. De ha nem, tehát kössünk szerződést. Tehát ez lenne a lényege, hogy bízzunk meg egymásban, kicsik, nagyok, mindegy, adjak át felelősséget, tehát hogy ez a te dolgod, és én nem szeretném, hogy ezt ellenőrizzük. Egyrészt, másrészt viszont bizonyos határokat azért beszabok. Minél kisebb, annál több, de ezen a határon belül legyen autonomiája, dönthesse elő. Tehát ez például egy fontos rész. Ami a kicsiknél nagyon fontos, a nagyobbaknál ők már azért jobban tudják, hogy hol tud tanulni, hol nem, de a kicsiknél nagyon fontos, hogy teremtsük meg a tanulás feltételeit. Általában ugye azt szokták mesélni a szülők, alsótagozatban, hogy a gyerek ott tanul, ahol ő főz. Most, ha elgondoljuk, hogy ugye a gyerek oda megy az asztalhoz, a konyhába, ahol elvileg eszik, ez az út odáig az agynak egy munkát jelent, egy dilemmát, hogy most enni fogok, vagy dolgoznom kell. Enni fogok, dolgoznom kell. Ez nem jó. Attól függetlenül, hogy ugye a koncentráció, hogyha itt sok minden történik úgy egyébként, tehát hogy jönnek a jobbnál jobb illatok, jövés-menés van a konyhába, esetleg szól a rádió a háttérbe, a kis cica, a kutya, a kis testvér, bárki, hogy ott közben oda jön, így nem lehet tanulni. Tehát egy olyan helyet kell találni a gyerekeknek, és minél kisebb, annál inkább, ami a tanulás helye, ami az övé, ahol nyugalom van, ahol nincs zavaró tényező, ahol nincs jövés-menés, nincs külön zaj még, ami esetleg megzavarja, és legyen ott az a tanulás, tehát ott tanuljon, gyakorolni lehet a konyhaasztalnál, de a tanulás, ahol fókuszálnom kell és koncentrálnom kell, ahhoz kell egy hely. És ez nagyon fontos, hogy ezt megteremtsük. Nem akarok ilyenekről beszélni, de hozzátartozik, hogy milyen az asztal, milyen a szék, van-e elég fény. Ha az a gyerek olyan, hogy elkalandozik a fantáziája és másra gondol a tanulás alatt, akkor úgy kell az asztalt beállítani, hogy ne az ablak felé fordítsuk, hanem fordítsuk el az ablaktól oldalt, tehát hogy ne tudjon kinézni az ablakon. Tehát ezek ilyen egyszerű dolgok, de nagyon fontosak, mert ezen sok múlik. És az, hogy ez az idő, amikor ugye azért mégiscsak abból indulok ki, hogy ugye a tanárok küldenek anyagot, amit meg kell csináljanak a gyerekek, de azért ez nem lehet olyan sok, hogy ez órákat vegyen igénybe. Viszont amire most lehetőség van, hogy gyakoroljunk. És ez a gyakorlás, ugye a szülőnek is, akkor is, ha otthon dolgozik, fontos, hogy ő is szünetet csináljon. Nyilván van egy ebédszünet, vagy ha be tudja osztani, hogy mikor mit csinál, menjenek el együtt sétálni. És sétálás közben nagyszerűen lehet tanulni, és nagyszerűen lehet gyakorolni. És a nagyobbaknak azt szoktam mondani, hogy menj el sétálni, vagy ha esetleg valaki futni jár, akkor futni. Írj magadnak kis kártyákat címszavakkal, és ismételj. Mert ugye ezt már múltkor is említettem, hogy a tanulás ismétlésből áll. Minél többet ismételek, de nem kell, hogy hosszú legyen ez az idő, tehát 5 percekről beszélünk, maximum 10. De ebből legyen sok. Ezt a részt nem muszáj az asztalnál megcsinálni, ezt már lehet így sétálás közben is. Tehát legyen egy napi struktúránk, alakítsunk ki rituálékat, legyen egy heti és egy napi tervünk, alakítsuk ki azt, hogy a tanulás feltételei adottak legyenek, tehát hogy hol tanulok, meg hogy tanulok, hogy nyugalom legyen, hogy a koncentráció megvalósulhasson egyáltalán, és motivációs faktorokat tudok fölállítani, mint például azt mondom a gyereknek, hogy oké, ha megcsináltad a mai feladatodat, akkor mit szeretnél utána? Szerződéses pedagógiának nevezik ezt. Én leegyszerűsítve azt szoktam mondani, hogy én egy eladó vagyok, tehát én megteremtek neked lehetőségeket, és cserébe kérek valamit, tehát adok, kapok. Sajnos, ha nem csinálod meg, amit te nekem megígértél, akkor én se tudom neked odaadni azt, amit én megígértem, és ezt minden gyerek megérti, bármelyik korosztály. Nagyon tetszett ez a deal, ez a szerződés, ez a csapatmunka, hogy akkor mind a kettő fél, a szülő is, meg a gyerek is ad valamit. De nézzük, hogy a piciknek, vagy akár nagyobbaknak miket lehet felajánlani, hát a jutalmazás az olyan, mint a kutyáról lenne szó, tehát a kutyákat jutalmazzuk, hogy tényleg mivel lehet motiválni a gyerekeket arra, hogy szívesen megcsinálják, ne egy ilyen nyűg, ne egy ilyen kemény munka legyen, ó, tanulnom kell idehaza. A pszichológiából levezetve egy motivációs faktor ténylegesen az, hogy ne egy nagy feladat álljon előttem, tehát ez a kis adagok. Ez átlátható, ez beszűkíthető, ez eleve ugye megkönnyíti, hogy könnyebb nekem 10 percig foglalkozni valamivel, amit nem szívesen csinálok, mint egy órát. De most ha azt mondod, hogy jutalom, ugye ez is a pszichológiából származik, tehát van ez a belső és külső motiváció. A külső motivációnak az a lényege, hogy én azért csinálok valamit, mert kapok érte valamit. Tehát, hogy megjutalmaznak egy piros ponttal, kapok egy jó jegyet, anyúktól kapok egy csokoládét, stb. Így kezdődik. Tehát a kicsiknél ez még igen, ez ilyen, de nem kell, hogy nagy ajándék legyen, pici dolgok, amikről tudom, hogy a gyerek szívesen eszi, vagy szívesen játszik valamivel, tehát valamit ajándékozok neki, kis dolgot. De ennek át kell csapódjon egy idő után a belső motivációba, amikor már magáért teszi. És ez a legfontosabb, hogy ne azért csináljon valamit, ne azért üljön le és tanuljon, mert piros pontot kap érte, persze ez is fontos. De azért, mert hogy legyen magára büszke, és ezt hangsúlyozni kell, hogy nagyon jó volt, ahogy csináltad, és nagyon ügyes vagy, és nem baj, hogy van még benne 2 hiba, de nézd meg, tegnap még 5 volt, ma már csak 3 van. Hogy a gyerek maga miatt kezdjen el tanulni, és van egy ilyen átfedése ennek az időszaknak. A nagyoknál már egyértelműen szerződést kötök, hogy te megnézheted a filmet, beszállhatsz a Netflixbe, ugye most mindenki azt nézi, de akkor, hogyha a te dolgodat, tehát megtetted a kötelességeidet, akkor jöhet a szórakozás, és mit tudok én neked lehetővé tenni. A szülőknél ugye azt szokták mondani, hogy az internetet nem nagyon tudják kontrollálni, de azért ez így nem igaz, mert azért én ki tudom kapcsolni az internetet, csak ugye én, mint szülő, esetleg nekem sincs akkor. Tehát például vannak már technikai megoldások, hogy más kóddal belépek, de ezt sokszor hallom szülőktől, hogy de hát azt nem tudom megtenni, mert nekem kell az internet. De és ha másképp nem megy, akkor igenis úgy, hogy nekem sincs. Ezt az áldozatot hoznom kell az ügy érdekébe, és így tudok akkor megint csak szerződést kötni, hogy oké, bekapcsolom, de akkor előtte kérlek szépen tedd meg azt, amit kell. És most ugye, hogy otthon vannak a családok, a monotonitás ellen, itt említetted a futás, meg kimenni, de tényleg nap mint nap kevesebb szociális interakció van, a kis szobájába tanulnak a kisebbek, nagyobbak, akár a szülők is, hogy ez a monotonitás ellen tudsz esetleg tippeket javasolni? Nyilván ez a tanulási technikákból áll, erről is beszéltünk legutóbb. Amit javasolni szoktam kicsiknél, talában ez a probléma, hogy most otthon vannak, ez a kicsiknél nagyobb probléma, mert ugye velük többet kell foglalkozni. De például szinte minden alsó tagozatos gyerek, sőt a felsősök között is sokan szeretnek rajzolni. Múltkor is említettem, hogy csináljanak egy plakátot abból, amit csinált, amit tanult. Rajzosan foglalja össze, amivel éppen foglalkozott. Matematikából nagyon jó rajzokat lehet csinálni. Pont ez az összeadás, kivonás, amikor ezt tanulják, bármit oda rajzolhat, almát, babát, amit akar. Ez mindig jó, ugye ez most van rá idő. Amikor ugye a normális kerékvágásba megy az iskola, akkor erre sokszor nem jut idő. De most lehetne. És ez már nem a tanulás része lenne, ez már igazából az ismétlés része, illetve ezáltal meg is tanulja általában, tehát ennek van azért előnye. Aztán persze az, amit ugye említettem, hogy nagyon fontos, most nagyon sok gyerek gyakorlatilag egész nap benn ül. Én, mint tornatanár, eleve fontosnak tartanám, hogy mozogjanak, de a tanulás szempontjából is nagyon fontos, és lehet, sétálva nagyon jól lehet tanulni. Tehát fogom a könyvem, és elindulok, és közben olvasok. Ez működik, és az agynak is jót tesz. Játék, nagyon sok játék van már, tehát amikor a gyakorlásról beszélünk, ugye az alsó tagozatnak egy része azért a gyakorlásból áll, hogy automatizáljam a betűket, automatizáljam az olvasást, a számolást. Erre most már nagyon sok játék van. Olyan játék is, amivel a gyerek egyedül tud játszani. Tehát ezeket meg kell most találni, és most érdemes ráállni, mert a játék az a legjobb módja a tanulásnak. Tehát arra nem kell még direkt motiválnom a gyereket, hiszen mindenki szívesen játszik. Gyakorlatilag ez mindenkire vonatkozik, de a nagyobbaknál nyilván az interneten nagyon sok anyag van. Ha nem is a tanár adja, mert most a tanároknál is úgy látom, hogy sokan a videókra állnak rá, tehát a YouTube-on keresztül, meg most már van a professzionális videók is, de ha nem, akkor keresse meg. Tehát ugye a nagyobbak azok már az internettel tudnak foglalkozni. Nagyon-nagyon sok, nagyon jó videó van, ami megkönnyíti a tanulást, újra elmondja, esetleg másképp, mint a tanár, ami sokat segíthet, illetve nagyon sok olyan videót is csináltak, filmet, ami feldolgoz egy-egy tananyagot. Tehát ezeket meg lehet most már találni. Ez egy. A másik, ami a kicsikre is egyébként, csak ugye ott általában a komputerhez mindig kell a szülő, de a nagyok mánál nem, tanuljanak együtt. Tehát úgy, ahogy van ez a Zoom tanítás, ezt ugyanígy megtehetik a barátnőjével, az osztálytársával. Gyakorlatilag most azt mondom, hogy ahogy mondtam, hogy a szülő szembeül a gyerekkel, és a szülő is dolgozik, a gyerek is dolgozik, ezt ugyanígy megcsinálhatom a barátnőmmel is. Elővesszük a matekot, odaállítom oldalra a komputeremet, ő is az övét, látjuk egymást, és minthogyha egymás mellett ülnénk, és együtt tanulunk. Tehát ezekkel azért lehet játszadozni, és amiről hallunk, hogy ez a szociális disztancia, ami most ugye a korona által felmerül, ezt enyhíthetem ilyennel. Nyilván nem helyettesíti a személyes kapcsolatot és a személyes találkozást, de mégiscsak azt az érzést adja, hogy itt vagyok, nem vagyok egyedül, van valakivel megosszam a problémáimat, meg tudjuk beszélni. Tehát a nagyoknál ez egy lényeges pont. Szeretem akasztani a hóhért. Neked milyen nehézségeid vannak így az otthontanításban? Te hogy érzed, hogy mennyire sikerül a saját technikáidat jól használni? Nem egyszerű, mert ugye a testnevelést online, az külön téma, mert mi másképp oldottuk meg az iskolába, de gyakorlatilag nem nagyon tudom ellenőrizni. Tehát ami engem nagyon meglep, hogy mégis egész sok diák van, akiknek a technikai feltételek nincsenek megadva. Tehát nagyon sok diák például telefonon keresztül követi a Zoom tanítást, ami addig jó, amíg csak hallgatnom kell, de ha már valamit néznem is kéne, vagy olvasnom kéne, arra már a telefon kicsi. Kamera nélkül, mondjuk most maradjunk a testnevelésnél, akkor ugye én nem látom, hogy ő csinálja-e vagy nem, tehát mi leálltunk erről a tanítási módról. A másik két szakommal, ugye én most ebben az évben a pszichológia szabadon választható tantárgyam van, és sportteóriát tanítok. Ez azért nekem nagyon sok munka, mert erre nem nagyon van anyag. Tehát például az angolra, a matekra, tehát a fő tantárgyakra azért most már nagyon sok online anyag van. Ezekre nekem kell összeállítani, tehát én látom, hogy eddig, ha készültem rá, mondjuk, én azért az a tanár vagyok, aki mindig készül órákra, de most azért egy-egy témakörre órákon át készülök, ami lehet, hogy nem egy órát vesz aztán igénybe, hanem 3-4 órán át tudom tanítani, de nekem sincs tapasztalatom, tehát főleg pszichológiában fontos lenne az interakció, hogy mi egymással beszélgessünk. Ugye a 24-en vannak az órán, akkor elég nehéz azért, mert egyszerre nem tudunk beszélgetni, tehát nem egyszerű. Ezen túlmenően én is be vagyok osztva, tehát egyszer egy héten, vagy kétszer egy héten be kell mennem az iskolába, mert felügyeletet tartunk azoknak a gyerekeknek, akiknek a szüleik nem tudják megoldani, hogy otthon maradjanak. Összejön egy vegyes társaság, ugye föl kell osszuk őket csoportra, közben ugye délelőtt egyiknek van Zoom, másiknak van Zoom, tehát így össze-vissza járkálunk az iskolákba, a ternél a komputernél, talannál a komputernél, tehát, és ugye közben nekem készülnöm kéne, és én vagyok a szerencsésebb, mert akinek 15-20 angol órát is kell mellesleg Zoomba megtartani, nyilván ők nincsenek annyiszer beosztva, de ő is ugrál, tehát ott felügyeletet tart, a következő órán megtartja az óráját, utána megint felügyeletet tart. Nem egyszerű, nem egyszerű. Évi, ezt nem is gondoltam volna, és tényleg olvastam egy cikket erről, hogy megvan rá a lehetőség, hogy egyesek az iskolába tanuljanak, persze elszeparálva, távolságot tartva. Hát kitartást kívánok, mert ezek tényleg erős kihívások a tanároknak is. Bízzunk benne, hogy 2021 minél előbb eljön, és minél könnyebb év lesz, minél gyorsabban. Köszönöm szépen a tippeket és tanácsokat, jó egészséget kívánok neked is, és az egész családodnak, és lehet, hogy lesznek még kérdések a jövőben feléd, majd foglak keresni. Köszönöm Attila, és vigyázz magadra, maradj egészséges! Rajta vagyok, szép napot! Szia! Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok! Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, az egészség legyen veletek, sziasztok!